Vendégünk az Iron Mafiából Horváth Gáspár, vagy ahogy többen még ismerik, Jumo Daddy, szia! Hello, sziasztok, hello. Jó estét kívánok! Ugye azon kívül, hogy téged hallhatnak, illetve a mixeidet a rádió hallgatók, ahol ugye DJ Skecca az Iron Mafiának is alapító tagja, vagy hogy mindenféle kulisszat titokról be tudsz nekünk számolni, ami például a klippek és a számok készültét illeti. Ennek a dalnak a csírája, az alapötlete az mikor és hol született? Elég régóta dolgozunk ezen a dalon. Élő Marcinak a demója már ugye a zenekar körforgásában benne volt hónapok óta. Marciról azt érdemes tudni, hogy pont múltkor számoltuk ki, 26 éve vagyunk barátok, és 2003 óta együtt gondolkozunk, 2005-ben alapítottuk a zenekart. Ő inkább ezt a hagyományos Iron Mafiás világot képviseli, én pedig inkább az elektronikusabb, moderne, poposabbat. Tehát az ő dalaként ez már hónapok óta benne volt a levegőben, és ahogy a felvezetőben is említetted, amikor Lábas Fikivel együtt készültünk a Műpára, ahol a vendégünk volt, akkor valahogy nagyon adta az ötlet magát, hogy kérjük meg esetleg arra, hogy vele kiegészülve fejezzük be ezt a dalt. Szóval egy picit hosszabb időre nyúlik vissza ez a dal, ugyanakkor az őszi Műpás koncertünkön kapott egy végső lendületet, és ott nagyon adta magát, hogy Vikivel együtt dolgozzunk és fejezzük be. Na de mi adta magát ennyire? Miért éppen Vikire gondoltatok? Azon túl, hogy jól éreztétek magatokat vele a Műpás koncerten, gondolom. Hú, jó a kérdés. Igazából talán itt most tényleg nem nagyképűségből mondom, de talán én lehettem a kapcsolópont, mert nekem már a Margaret Island-del egy csomó más dalom is készült, meg éppen akkor dolgoztunk egy másik dalon is párhuzamosan, és ugye így hetente többször egyeztettem Vikivel, meg beszélgettünk zenékről, stb., és akkor így valahogy felmerült az ötlet a közös más dolgokon való munka közben is, hogy megmutattuk neki ezt a demót. És egy nagyon jó hangulatú klipforgatásnak tűnik az, amit látunk a klipből. Hogyan zajlott és hol ennek a felvétele? Tényleg fantasztikus volt egyébként. Résztvevőként is tudom ezt garantálni, vagy el tudom nektek mondani, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Monoron forgattunk, ami egyébként Kéri András barátomnak, Kalambónak, MC Kalambónak a szülő városa, és most is ott él. A Fürge Páva nevű ilyen kis fura helyen forgattunk, ami egyben egy virágbolt, és egyben egy kávézó. Van egy kis téli kertszerű belső terem, meg egy kis kinti terasza is, és hát nagyon meghitt, barátságos, abszolút karácsonyi a mostani díszítése, de az év további más részeiben is abszolút vendégváró, hívogató hely, és ez pedig Bandinak volt az ötlete, hogy itt kéne szerinte forgatni. Igen, nagyon megfogott néhány másodperc ebből a klipből, amikor teljesen átszellemülve majszolgatod a süteményedet. Ennyire finom volt ez a süti? Milyen sütik voltak ezek? Igen, hát egyébként ezek ottani sütemények, tehát itt ez egy kávézó süteményező és virágbolt, és kézműves italokat is lehet kapni, szörpöket, alkoholos italokat, stb. Én azt gondolom, hogy ez inkább Miki 357-nek a talán kicsit ilyen groteszk gondolkozás módjának a képi manifestációja. Én szerintem nagyon el vannak túlozva ezek a képek. Valószínűleg azért, mert az volt a tervünk, hogy ha ez a dal egy ennyire karácsonyi kontextusban jelenik meg, és egy ennyire pozitív üzenettel rendelkezik, akkor egy picit vegyük el az élét. Valahogy úgy képzeltük ezt az egészet, ha már a sütikről van szó, mint mondjuk a Zserbóban az a savanyú lekvárcsik, ami egy kicsit a groteszkkel, az ellenponttal, ellenponttal egy kicsit még jobban felerősíti a hatást. Tehát egy kicsit ezt a karácsonyi, kuckós, bújós, negédes hangulatot szerettük volna egy kis túlzással ellenpontozni, és emiatt a Mikire jellemző ugye ilyen official home videónak nevezi, ez az ilyen 80-as évek kézikamerás látvány, és ezek az eltúlzott képek, süti evésnek a már-már groteszk behajló élvezete, ezek azok az apróságok, amelyek egy picit így próbálják meg humorral fűszerezni ezt az amúgy tök pozitív és
kedves dalt. Hát és ilyen pozitív hangulatú lesz majd gondolom az évzáró koncertetek is. Ez hol lesz és mikor? Gondolom most erre készültök leginkább. Igen, igen, nagyon készülünk rá. Ebben az évben egy csomó extra koncertünk volt. Margit szigeten szimfonikus, Erdélyben is jártunk most egy szintén a szimfonikus felállással. És ez pedig egy hagyományos nagy évzáró buli lesz az Akvárium Klubban december 30-án, egy előszilveszter, de mi a szilveszternek nevezzük, nekünk ez lesz a szilveszterünk, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, benneteket, a nézőket, oda fogjuk tenni magunkat, és természetesen ezt a dalt ott fogjuk először élőben bemutatni. Hát nagyon szépen köszönjük, kellemes ünnepeket kívánok. Köszönjük, és jó koncertet, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sziasztok, köszi.